Három országot, három várost, három művésznőt köt össze a három kismárta kiállítás, amelynek ötlete az újvidéki Butterer kismártától származik. A vajdasági képzőművész először a budapesti kismártával találkozott, majd később felvidéki névrokonával is felvette a kapcsolatot. Sok közös tulajdonságukat is találtunk magunkba, például nagyon szeressük a természetet, például a márták, a Márta az hebréjen úrnőt jelent, és azt is észrevettük, hogy nagyon felelős dolgokat ruházik ránk az élet, meg hogy sőt, még a kolorizmusban is itt megtaláltuk egymást, meg a figurációban, úgyhogy én szerintem három elég nagy energiával találkozik majd a nézőközönség. A felvidéki M. Kismártához a monumentális művészet áll közel. Budapesti névrokona pályája viszont festő-restaurátorként indult, de később az alkotói utat választotta. A képei mindig emberközpontúak voltak, és foglalkoztatott sokat az ember és a természet viszonya, vagy az ember és a tér, a tájban lévő viszonya, emberek egymással lévő viszonya. De nagyon sokszor ezek szimbolikus alakok, amiket festek. Tehát igazából belső történeteket öntök figurákba. Különös technikát alkalmazok, próbálom minél kevésbé használni a szintetikus anyagokat, mint a akril és a műragasztó. Ezért enyveket használok, sarat, pigmenteket, és még olajjal egy kicsit experimentálok, hogy mennyire működik. Az alkotások kiválasztásánál a művészi megnyilvánulásaikban megtalálható hasonlóságot keresték. Mindhárom Márta figurális festő. Mindegyikük szeret kísérletezni, szeretnek új kihívásokat állítani maguk elé, és jellemző rájuk a természetközeliség. Számomra mind a három egy izgalmas ópusztár elénk, és ez csak egy kis szelete azoknak az életműveknek, ha beszélhetünk, mert van itt egy fiatal kismárta is, aki még csak ott az elején van, de úgy gondolom, hogy hihetetlenül izgalmas betekintést nyerni a kismárták művészetében. A kiállítás május 31-ig tekinthető meg.